Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! 2000 szájmaszkot adott át választókerülete két városának Potápi Árpád János országgyűlési képviselő, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Az adomány egy vállalkozó ajándéka volt. Bonyhád az egészségügyi ellátórendszert, míg Dombóvár az érettségi zavartalan lebonyolítását támogatja az egyszer használatos védőfelszereléssel. Tartsák be azokat a kéréseket, amiket a kormány, illetve az egészségügyi hatóságok megfogalmaznak. A mai apropó az az alkalom, hogy átadjak egy vállalkozónak az adományát, hogy átadjam egy vállalkozó adományát. 2000 egyszer használatos maszkokkal támogatja ezt a választókerületet, és én kértem őt, hogy járuljon hozzá, hogy a két önkormányzat, a két városi önkormányzat kapja ezt meg, Bonyhád város önkormányzata, illetve Dombóvár város önkormányzata. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője az átadón többek között arról is beszélt, ez az év a nemzeti összetartozás éve, de a koronavírus járvány a nemzeti szolidaritás évévé is tette. Az idei esztendő a nemzeti összetartozás éve, és amikor meghirdettük ezt az évet, meg amikor gyakorlatilag az első rendezvényekre az év elején sor került, akkor még nem tudtuk azt, hogy a nemzeti összetartozás éve és az erős magyar közösségek éve egyben a nemzeti szolidaritás éve is lesz. Reméljük azt, hogy a közösségeink, beszéljünk akár a családokról, akár az egyes falu közösségekről, vagy talán az egész nemzetről, megerősödve fog kijönni ebből a járványhelyzetből, és mindaz, amit az elmúlt 10 évben közösen építettünk és dolgoztunk, az nem fog tönkre menni néhány hónap alatt. Én azt gondolom, hogy minden segítség nagy segítség, és ezek a maszkok is tudnak segíteni bennünket abban, hogy uralni tudjuk a mostani helyzetet. A Bonyhád számára juttatott 1000 darab szájmaszkot Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere, a szociális ellátórendszer számára ajánlotta fel. Miután az adományban egyszer használatos maszkok érkeztek 1000 darab a városba, amelyet ezúton is köszönök államtitkár úrnak, közbenjárásának és annak a vállalkozónak, aki ezt felajánlotta. Úgy gondolom, hogy az egészségügyi dolgozók számára fogjuk elsősorban szétosztani, hiszen a gondozási központunkban, az idős otthonban, a háziorvosi rendelőkben, fogászaton, mindenhol az egészségügyi dolgozók használnak egyszer használatos maszkot. Szerintem náluk lesz a legjobb helyen. Talán a lakosság körében ez nem biztos, hogy annyira célszerű lenne, hiszen 3 óránként cserélni kellene ott a többször használatos, fertőtlenítető, mosható maszkokat biztosítottuk a 65 év feletti lakosságnak. Pintér Szilárd Dombóvár első embere a közelgő érettségi lebonyolításának biztosítására használná majd fel a maszkokat. Dombóváron rendhagyó módon mi azt gondolom, hogy most a fiatalokra fogunk fókuszálni, hiszen május 4-én megindul a fiatalok érettségiztetése az írásbeli. 3 középiskolában tervezünk ezeket a maszkokat elosztani, annak függvényében, hogy melyik intézményben hány tanuló megy érettségizni. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár reagált Szabó Tímeának, a Párbeszéd országgyűlési képviselőinek pár nappal ezelőtt nagy vihart kavart felszólalására is, melyben a határon túli területeken élő magyarok védőeszközökkel való segítését kérte számon a kormányon. Szabó Tíme a parlamenti felszólalásával nem csak a határon túli magyarságra ütött egyet, hanem mi ránk is, hiszen egy nemzet vagyunk, összetartozunk, és amikor, ahogy a családban is van, ha egy családtagunkat bántják, akkor minket magunkat is bántanak. Úgyhogy elfogadhatatlan, felháborító, vérlázító, a legsötétebb kommunista időkben nem voltak ilyen kirohanások. Azok az emberek nem tehetnek arról, hogy 100 éve nem Magyarország területén élnek, nem ők mentek máshova, hanem az ország területe zsugorodott, a határok mentek el tőlük több 100 kilométerre. És én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben is, amit segíteni tudunk, azt meg kell tennünk. Szimbolikus segítségről van szó,
de a szimbolikus dolgok sokszor, sokkal többet jelentenek, mint akár más is. Azt remélem, mondta Potápi Árpád János, hogy a lakosság a továbbiakban is betartja a korlátozásokat annak érdekében, hogy az eddig elvégzett védekezési feladatok ne váljanak feleslegessé egy esetleges, nagyobb arányú megbetegedési hullám miatt. A vírushelyzet bejelentése óta minden erőnkkel azon vagyunk, hogy megvédjük az időseinket, mondta Filóné Ferenc Ibolya polgármester. A védekezési helyzetről szólva azt is elmondta, a város minden idősnek személyesen küldött védőfelszerelést. Különböző vélemények vannak arról, hogyan kéne védekezni a koronavírus járvánnyal szemben. Az egyik oldalon a komolyabb védekezés pártiak állnak, míg a másikon azok, akik szerint a már most bevezetett intézkedések is túlzóak. Nehéz az egyensúlyt megtalálni. Mint ahogy a védekezésről nyújtott tájékoztatásban is nehéz ugyanezt az egyensúlyt kialakítani. Filóné Ferenc Ibolya polgármesterrel a Bonyhádon folyó védekezés részleteiről beszélgettünk. Különböző vélemények vannak arról, hogy egy ilyen veszélyhelyzetben, egy járványhelyzetben mennyire szabad kommunikálni, vagy hogyan tegye ezt egy városvezető, vagy akár maga az önkormányzat. Mert nehéz az egyensúlyt megtartani, részben vannak olyan vélemények, hogy bármi, ami ezzel kapcsolatos, az politikai haszonszerzésnek is minősülhet akár. Én ezzel nem tudok azonosulni, én legfontosabbnak továbbra is azt tartom, mint mindig a munkánkban, hogy a lakosság kellően és első kézből korrekt és valós tájékoztatást kapjon. Úgyhogy ez zajlik, amikor történik valami, akkor igyekszünk hírt adni róla, tájszerűen és pontosan. Amikor meg nincsenek hírekkel bombázva a lakosok, akkor is a háttérben kemény munka folyik, tesszük a dolgunkat napi szinten, kicsit nehezebben, mint eddig, hiszen ugyanúgy megvannak a napi teendők, amihez még hozzájárul a veszélyhelyzet által előforduló feladat, ami napi szinten sokkal több munkát és odafigyelést igényel. A képviselőtestület továbbra sem ülésezhet, polgármester hoz döntéseket, de minden egyes döntést megelőzően a testület valamennyi tagjával e-mailen értekezünk, véleményeket cserélünk, kérdésekre adok legjobb tudásom szerint választ, és csak így ebben a formában hozom meg a végső döntést egy-egy kérdésben, ami gyakorlatilag ugyanolyan meneten szerint van tovább a tájékoztatása, város honlapján minden határozat és pontos döntés megtalálható, de csak olyan esetekben hozunk döntést, a egyszeri segélykérelmektől kezdve akár egy rendeletmódosításig, ami ebben a helyzetben feltétlenül szükséges, vagy határidő miatt, vagy pedig az élet úgy hozza, hogy ebben nincs mire várni és döntést kell hozni. Minden másból bízom benne, hogy megvárhatom a testületnek azt a hagyományos és rendes ülését majd, ami bízom benne, hogy minél hamarabb elkövetkezik. A város polgármestere személyesen vesz részt a védekezés adta napi operatív munkában. Van nálam egy segélykérő telefon, ugye 3 számon hívhatják az idősek a gondozási központot, ezek a telefonszámok mobilokra vannak tovább átirányítva, és az egyik készülék nálam van, bár sokkal kevesebbszer szól, mint ahogy én abban bíztam, de bízom abban, hogy ez annak köszönhető, hogy az idősek továbbra is a családtagjaikkal és a szomszédaikkal a napi bevásárlást és minden más ügyintézést el tudnak látni többségében, de nagyon sokan vannak a városban, több mint 2000-en, ezért továbbra is várjuk az ő hívásokat, és igen, igyekszem, legutóbb a szájmaszkok körül forgott az elmúlt néhány nap eseménye, hiszen hoztam egy döntést, amit egy kicsit úgy tűnik, hogy talán lehet azt is gondolni, hogy késői vagy lehetett volna hamarabb is, de nagyon sokféle vélemény van. Eleve két táborra oszlanak a szakmai vélemények is a szájmaszkok használatát illetően. Van egy jelentős vélemény, ami amellett teszi le a voksát, hogy aki kilép az utcára és kint van közterületen, mindenképpen használnia kellene, és van egy olyan vélemény, hogy ez teljesen felesleges. Most ilyenkor nehéz úgy döntést hozni, hogy felelősség teljesen ezt megted. Viszont érzékeltem, és úgy gondolom, hogy végül is jó döntést hoztam, hogy van egyfajta lakosság igény a maszk használatra. És egyszerűen csak ez az egy gondolat van a döntés mögött, hogy bárki, aki szeretné használni, akkor annak ne legyen az hátránya, vagy ne legyen akadály, hogy nincs. Egyszerűen nincs ilyen szájmaszk az ő birtokában, ezért a döntés értelmében minden 65 év feletti bonyhádi lakos
a saját nevére szóló borítékban, egy háztartásban élők természetesen egy borítékban, a szájmaszk használatáról egy kis tájékoztatóval, az én személyes kísérőlevelemmel a napokban megkapják ezeket a maszkokat. 2000 darabot vásárolt az önkormányzat, több mint 1 millió forint értékben ezekből a szájmaszkokból, amelyek nem egyszer használatosak, fertőtleníthetők, többször használható, mosható, tehát ebből logikusan következik, hogy amíg teljesen tönkre nem megy, addig többszöri alkalommal is használható, bízom benne, hogy kitartanak a járvány időszak végéig, és azért rendeltünk csak 2000-et a több mint 3000 valamivel több mint 3065 év feletti lakosnak, hiszen folyamatosan jönnek azok az önkéntes felajánlások is, amelyek a legelső naptól gyakorlatilag, ahogy a veszélyhelyzet beállt, már kialakultak, és ez minden egyes alkalmat megragadok, és ezt teszem most is, hogy megköszönjem hálás szívem, valamennyi bonyhádi polgár nevében mindazoknak, akik első perctől kezdve mellé álltak ennek az ügynek kezdeményezőként, támogatólag, és varják folyamatosan azóta is ezeket a maszkokat. A város egy segélyalapot hozott létre, melyre a kezdettől fogva érkeznek a pénzadományok is, már a közel 3 millió forint gyűlt össze. Létrehoztunk Bonyhád Összetart címen egy adományszámlát. A mai napon délben néztük meg legutóbb a számla állását. Erről tudok számot adni, 3.342.111 forint van a számlán. 5000 forinttól az 1 millió forintig mindenféle összeg érkezett már erre az adománygyűjtő számlára, és kizárólag, ahogy én az adományozókat láttam, bonyhádiak, magánszemélyek és vállalkozók tették ezeket a felajánlásokat. Ezúton is hálás szívvel köszönöm mindegyiküknek, akik úgy érezték, hogy részt vállalnak ebben az adományozásban, ebben a gyűjtésben, és elfogadják aznak az adhok bizottságnak majd a döntését a későbbiekben, amelyek közismert, elismert Pelczer díjasaink, a város közismert civil szereplői, dr. Hegedűs Éva főorvosasszony, dr. Füller Imre és Aradi András evangélikus esperes úr már elfogadta a felkérésemet, hogy részt vesznek majd ebben a döntő bizottságban, akik javaslattétellel segítik majd a képviselőtestületnek a végső döntését. Ma még nem tartom továbbra sem fontosnak azt, hogy pontosan lássuk, hogy kik és milyen célral és milyen mértékben részesülnek majd ezekből az adományokból, hiszen egyrészt a járványnak még nincsen vége, még ma sem látjuk pontosan, hogy kiket érint, milyen mértékben lesznek olyan munkanélküliek, akik nem csak átmenetileg, hanem akár hosszabb, tartósabb időre vesztik el a munkájukat, azok milyen családban, milyen körülmények között élnek, mekkora a család létszáma, és sok-sok szempontot lehet figyelembe venni. Erre majd az adhok bizottság javaslatot tesz, és a képviselőtestület majd dönt a felhasználásról. Szerintem bízhatunk ebben a döntésben, és jó helyre fog kerülni valamennyi adomány. Az idősek ellátásának Odasztázni is a gondozási központ munkatársaira hárul. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk március 16-a óta, hiszen a veszélyhelyzet kihirdetését követően nagyon megsokszorozódott a feladatunk. Mi kaptuk meg a hivataltól, a Bonyhád Város Önkormányzatától a feladat ellátást a 70 éves idősek ellátása tekintetében, ami azt jelenti, hogy mi végezzük nekik a bevásárlást, a gyógyszer kiváltást, illetőleg postai és banki ügyintézést. Napi szinten 16-18 főről gondoskodunk a családsegítő központunkkal közösen, és elmondhatom, hogy nagyon jó tapasztalataink vannak, az idősek nagyon bizalmat nyújtanak felénk, és kollégáinknak ez nagyon megnyugvás, hiszen itt pénzről van szó, elszámolásokról van szó, és mondhatom, hogy a csapatunk nagyon összhangba tud működni, ezért nagy köszönettel tartozok mind a családsegítő kollégáinknak, mind a szocgondozói kollégáinknak. Jelenleg ott tartunk, hogy még mi magunk a 60 fővel el tudjuk látni ezt a feladatkört. Igyekszünk meg is tartani ezt a létszámunkat, inkább mozgósítok minden dolgozómat, és egy picit túlorázunk, de megoldjuk. Abból a szempontból nagyon fontos, hogy olyan személyek menjenek ki az idősekhez, akiket már ismertek, akiket már láttak, hiszen, mint mondtam, bizalmi állásról van szó. Bár megtehetné felhatalmazása alapján, mégsem rendel el hétvégére zárlatot a város polgármestere. A kormányrendelet az elmúlt időszakban lehetőséget biztosított minden települési önkormányzat vezetőjének, hogy az adott településen külön intézkedéseket hozhat a veszélyhelyzetben, hétvégére vonatkozóan. Ez minden egyes hétvégére igaz, amíg a veszélyhelyzet fennáll. Én eddig ezzel a lehetőséggel nem éltem.
és továbbra sem fogok egészen addig élni, amíg Bonyhádon a járványügyi helyzet nem változik. Bízom benne, hogy ez így lesz. Nem vagyunk sajnos kiemelt turisztikai célpont, nincs olyan tömeges igény arra más településről érkezők részéről, hogy Bonyhádra látogassanak ebben az időszakban. Elsősorban ez a rendelkezés azoknak a településeknek segít, ahol turisztikai központok vannak a Balaton partján, és számos más helyet mondhatnék az országból. Ilyen döntésre szerintem Bonyhádon nincsen szükség. Ugyanakkor hozzáteszem, hogy most is gyönyörű idő van, a hétvégén sem lesz ez másképp, és még nem tudjuk, hogy meddig tart ez a veszélyhelyzet. Egyre nehezebb betartani ezeket a szabályokat. Én mégis arra kérek mindenkit, hogy továbbra is minden olyan kérést tartsanak be, ami a korlátozással a kapcsolatos, és minden olyan szabályt, ami a másik ember és a saját magunk egészségének a megóvása érdekében szolgál minket. Az már eldőlt, az idei esztendő rendkívüli lesz a középiskolát végzők számára. Az iskolák most azon dolgoznak, megfelelő körülményeket teremtsenek a rendkívüli helyzet kezelésére. Az már köztudott tény, hogy az idei esztendőben egészen másképp zajlik majd a koronavírus járvány miatt az érettségi vizsga a középiskolákban. Idén csak írásban adnak számot a tudásuktól a diákok, a szóbeli érettségére nem kerül sor. A döntés persze különböző megítélés alá esik az iskolák és az érettségizők között is. Abban a lebonyolítók egyetértenek, hogy így lehet mérni összehasonlítható módon a gyerekek tudását. Bonyhád két középiskolájában folyik a felkészülés a vizsgák lebonyolítására. Ez a koronavírus helyzet egy olyan helyzetet produkált, hogy teljesen át kellett alakítanunk az iskola működését, digitális oktatási rendszerbe kellett lépnünk. A legnagyobb aggály ugye a pedagógusoknak és az iskolának is az volt, hogy a vizsgák előtt álló gyerekeknek hogyan tudjuk megteremteni a felkészítést. Szerencsénkre a Szekszárdi Szakképzési Centrum olyan digitális oktatóprogram csomaggal rendelkezett, aminek a segítségével két nap alatt föl tudtuk állítani a digitális rendszert. Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy minden gyereknek megoldjuk azt, hogy az új anyagok átadását azt online tudjuk megoldani. Tehát a mi véleményünk az, hogy csak úgy lehet a gyerekeket kellőképpen továbbvinni a tanulási úton, hogyha az új anyag bevezetése az szinte úgy, mint egy hagyományos órán, magyarázattal, élő kérdésfeltétellel megtörténik. Utána természetesen, amikor már gyakorlási fázisa van, akkor tudunk az önálló felkészülésre építeni. Aggályaink voltak, az elején a gyerekeknek, a szülőknek is meg kellett szokni. Nekünk egy kicsit talán az a könnyebbségünk, hogy középiskolaként azért a gyerekek informatikai ismereteit bővítettebbek az általános iskolához képest. Most már azt kell mondanom, hogy önműködően ügyesen bejönnek, sőt, néha még mondom viccesen, hogy ügyesebben, mint a tanárok, elindítják az órákat, az online órát, tehát pontosan tudják, hogy mi a feladatuk, tudják, hogy kell hangot ráadni, tehát pillanatokon belül olyan ügyesen megoldják, hogy ez meglepő módon nagyon könnyedén ment át a gyerekek tudatába, hogy ez egy ugyanúgy fog folyni a tanulás, tehát az nem azt jelenti, hogy ez az időszak neki egy könnyebbség lenne. Természetesen a végzősök azok nagyon izgultak, hogy mi lesz velük. Én azt gondolom, az egy nagyon nagy megnyugtatás volt nekik, hogy elhangzott, hogy azért lesz érettségi, és az, hogy most már tudják is, hogy előre láthatóan mikor lesz az érettségi. Ez most egy különleges helyzet, ugye az érettségi a megszokott izgalommal telik és zajlik a felkészülési időszak, és most még az élet egy kicsikét megborsozta, fűszerezte. Hát a diákok részéről én úgy gondolom, hogy a felkészülési időszak az ugyanolyan hagyományos, ahogy az eddigi éveknek, évtizedeknek megfelelően zajlott. Itt esetleg még egy kis könnyebbség is lehet, hogy egy terembe kevesebben vannak, talán még ez is így a feszültséget igyekszik oldani. A gyerekek a tapasztalatok alapján szívesen vették volna a szóbeli érettségi lehetőségét, hiszen ez ad alkalmat az írásban esetlegesen elért gyengébb eredmény kijavítására. Arról nem is beszélve, hogy némelyek sokkal jobban tudnak kommunikálni szóban, mint írásban. Sok gyereknél van úgy, hogy lehet, hogy az írásbelihez sikerül két jegy között, és azért az a plusz pontok számítanának, és itt meg ugye arra nem lesz lehetőség. De ugyanakkor mindent megteszünk annak az érdekében, hogy a felkészülést azért optimalizáljuk, illetve a vizsgák lebonyolításába is folyamatosan tájékoztattuk őket, hogyan lehet a vizsgákat módosítani, hogyan lehetett ezeket törölni. Egyébként nálunk senki nem töröltette a vizsgáját, tehát minden gyerek, aki jelentkezett, az fog érettségíteni.
Úgyhogy azt gondolom, sikerült közvetíteni nekik azt az információt, hogy tényleg mindent megteszünk annak az érdekében, hogy sikeresen levizsgázzanak. Hosszú évek felkészülése mellett itt a bizonytalansági tényező, hogy mondani szokás, hogy az egészség a legfontosabb, de én azt gondolom, hogy példaértékű, hogy a diákok és a kollégák és a család, a szülők hozzáállása itt ebben az ügyben. Jött egy rendelet, egy kormányrendelet arról, hogy hogyan lehet kialakítani a vizsgákat. Mi igyekszünk 5-6 fős csoportokban gondolkodunk, hiszen minél inkább azt akarjuk, hogy optimális legyen a feltételrendszer. Beléptetés lesz 3 bejáraton keresztül, tehát ne legyen csoportosulás, ne legyen az, hogy érintkeznek egymással a gyerekek. Tehát és erről is folyamatosan tájékoztatjuk szinte napi szinten a szülőket és a gyerekeket, és nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk a szülőktől is, meg a gyerekektől is, hogy értékelik azt, hogy mindent megteszünk annak az érdekében, hogy ez a kellemetlen helyzet ellenére a gyerekeknek lehetőleg ne okozzon ez nehézséget, hogy azon aggódnak, hogy hogy oldódnak meg a vizsgáik. Kifejezetten itt az egészség megóvása érdekében a védőfelszerelések kiosztása, amit ugye egyébként nem kötelező a diákoknak hordani, de a lehetőséget megadjuk. Rendelkezésünkre áll egy csarnok, ahol a csarnok befogadó képességéhez mérten jóval nagyobb helyen tudnának a diákok a vizsgát lefolytatni. Az országos tiszti orvosi főorvos asszony jóváhagyására vál az ügy. A végzősök számára az egyik legfontosabb kérdés, lesz-e idén ballagás? Az a nagy problémánk van, hogy mi is kérdeztük, hogy a gyerekeknek szervezünk-e valamilyen online formát, de a gyerekek viszont nagyon szeretnék azt, hogyha egy élő és megfelelő forma lenne, attól függően, hogy a koronahelyzet hogyan alakul, vagy júniusban lesz, amikor a rendes bizonyítványosztás lesz, akkor adjuk át mégiscsak, hiszen nagyon sok szép eredménnyel születő gyerekünk van, és azért szeretnénk megmutatni a társaiknak is, hogy milyen ügyes gyerekeink vannak, vagy pedig, ha nem, akkor viszont augusztusban fogunk egy banketszerű rendezvénnyel egyfajta elköszönést tartani a végzőseinktől, mert mindenképp szeretnénk azt a lehetőséget megadni, hogy kellő módon el tudjanak búcsúzni a társaiktól, a tanáraiktól, és ehhez úgy gondolom minden segítséget meg is fogunk kapni a szülők részéről is, és a diákok részéről is. Lesz ballagás, sőt az idejében lehet, hogy 2-szer is ballagunk. Hagyományos ballagás a jelen helyzetben természetesen nem valósítható meg. Ezt egy ilyen online formában szeretnénk az iskola honlapján létrehozni, illetve hát közösen megélni. Illetve majd, amikor a járvány elmúlik, akkor azért úgy gondolom, hogy ez a 147 végzős és a rokonság és a kollégák is megérdemlik azt, hogy egy közös ünnepléssel zárjuk le az iskolai éveket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!